2019 számomra az újdonságok éve, január első hetében Szivák Zsolti barátom segítségével elkezdtem megtanulni gitározni. Gondoltak volna az óra elején, hogy eljutsz ideig, hogy az örökké tartod, így lenyomod? Ezután Stiglinc Gábor fotós mutatott néhány trükköt, hogy hogyan érdemes portrét fotózni. Úgy döntöd a fejedet, kicsit csajos, ez jó. Most pedig a nagy szerelmemmel a futballal szakítva és sokkal keményebb sportágra adom a fejemet, úgyhogy elkezdek thaiboxolni, gyertek! Egy alap bemelegítéssel kezdődik, nyújtásokkal, kicsit kis pulzusszám emelkedéssel elkezdjük a thaibox alapjait megtanulni. Pillanatokon belül elkezdődik az első thaibox edzésem, úgyhogy be is járok a melegítésbe. Szóródjunk szét egy kicsit, mert a fejkörzés. Amikor szólok, teljes maxon meghúzott, 10 másodpercig jó, és most egy, és megyünk tovább. 2. Ez volt az oka, amiért thaiboxolni akartam jönni, mert már a bemelegítés után nem kapok levegőt. Jó, jön a hátsó kezes egyenes ütés, ugyanígy mozgok, és szépen beleeresztem a vállamat, kinyújtom teljesen előre, első vállam csapódik hátra, és kinyújtom a kezem, jó? Hátsó lábam pedig fordul bele, testsúlyom marad középen, jó? 5! És 6! Igen, most egyedülre ez még a bemelegítés kezes közepe. Így van. Nem kezdtünk el edzeni? Nem, még nem, de már elfáradtál, mi? Igen, izzadok egyébként. Fogvédő még. Az még egyelőre nincsen, de mi nem fogunk fejre dolgozni. Bízom, mert nem veritek szét a fejben. Hát, meglátjuk. És az edzésünk sava borsa. Jó van. Fölveszünk a védőfelszereléseket. Szuper, fönn van. Betépő zárazod. Bal kézzel fogunk egyenest ütni, amit eddig gyakoroltunk. Védekezik a kéz. Ez az. És... Pap, pap. Na, ez az. Ha nincs meg a koreográfia, és nem vagyok ott fejben, akkor nekem végül. Hop, 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 szép fönn a kéz, és hop, hop, hop. Mi csak 55 perc edzünk, de már patakokba folyik rólam a víz, úgyhogy azt gondolom, hogy van értelme. Mindenkinek ajánlott, tehát tényleg kiskortól egészen időskorig. Egy teljes testet átmozgató, ahol az alap koordinációs képességek, erő, gyorsság, álló képesség mellett növekszik az önbizalmad, a kitartásod, szorgalmad, egy éles stílusnak mondható. 1, 2, 3, 4. Miért? Hogy érzed, ez sérülés veszélyesnek, hogy még én teljesen amatőr vagyok, és még mellé ütök, hogy milyen veszélyfaktorok vannak ebben? Edzése nem jellemző, tehát figyelünk a másikra, teljes védőfelszerelésben dolgozunk, és levegő. Normális, hogy mennyi részed, hogy más nem ütök? Mindenki. Szauna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mindenkinek egészség! Azt gondolom, hogy tökéletesen látszik, hogy elértük a célunkat. Így van. Folyik róla a víz. Tök jó volt a mozgás, hogy összeszedett volt, úgyhogy nyomjuk tovább. Az alapok megvannak, erre építkezünk, tök jó lesz. És intenzív edzésnek azt mondom, hogy tökéletes. Köszönöm szépen. Egészségedre!